Légy te is fiatal vállalkozó címmel végzős középiskolásoknak tartottak előadást a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum rendezvényén. Az eseményen a diákok többek között a vállalkozóvá válás finanszírozási lehetőségeivel is megismerkedhettek. A Paktum partnerségi rendezvénynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont. Az eseményen több olyan diák is részt vett, akik a jövőben valamilyen formában szeretnének a munkaerőpiacra kerülni. Szekeres Nikolett elmondta, ő maga is gondolkozik, hogy egy nap vállalkozást indítson, így örül a támogatási lehetőségeknek. Mivel mi most 13. osztályosok vagyunk, OKI tanfolyamon pénzügyi és számviteli ügyintézők leszünk, úgyhogy benne van az is, hogy egy vállalkozást indítunk esetleg. Sok információt kaptunk, hogy hogy lehet egy állásra jelentkezni, mik a lehetőségek. A finanszírozási lehetőségekről a Békés megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány projektmenedzsere tartott tájékoztatót. Siófoki Attila elmondta, hogy óriási az érdeklődés a programra, amelynek köszönhetően az első vállalkozások már decemberben elindulhatnak. Ez annyit jelent, hogy az állam egy 4,5 millió forinttal tudja támogatni azokat, akik regisztrált álláskeresési státuszból vállalkozóvá válnak, és 2 évig vállalják azt, hogy ezt a vállalkozást működtetik, fejlesztik, fenntartják. A rendezvény lényege, hogy a diákok megismerkedjenek a középiskola vagy az egyetem utáni lehetőségeikkel, mondta a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Projektmenedzsere. Opicerné Tóth Zsanett magát a foglalkoztatási paktumot is részletesen ismertette a jelenlévőknek. A mai rendezvényünk a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum egyik ezévi utolsó rendezvénye. Ennek a rendezvénynek egy partnerségi kapcsolatteremtés volt a lényege, és arra gondoltunk, hogy ebbe az évbe meghívjuk a fiatalokat, azokat az iskolásokat, akik most fognak végezni, és bemutatjuk nekik, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogyha ők befejezik az iskolát. A munkaerőpiac reformprogramját a Békés megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztályának szolgáltatási szakügyintézője mutatta be. Mindannyian arra vágyunk, hogy a munkákat elismerjük, hogy fontos legyen az, amit csinálunk, hogy számítson. Ugye itt már lényeges az, hogy a névjegykártyánkra milyen beosztás kerül. És a legfelső, a csúcsa a piramisnak az az önmegvalósítás, tehát, hogy kihívást lássak a munkában, hogy szeressem azt, amit csinálok. A programra eddig 545 fő jelentkezett Békés megyéből, amelyből 270 fő 30 év alatti. Akik még nem töltötték be a 30. életévüket, jövőre is jelentkezhetnek.